Az idei évben több fa száradt vagy tört ki a főtéren, amit pótolni kellett. Ezt a munkát kezdte meg a napokban a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Takács Valentinától, a Városháza kommunikációs vezetőjétől megtudtuk, hogy a belvárosban lepényfákat és komlógyártyánt ültettek. A Kossuth téren teljesen vagy félig kiszáradt, illetve kitört házfasort kellett leváltani. Ennek helyére 6 darab sárga levelű lepényfát ültettek. A Városháza és a Nagy templom közötti 4 fa szintén kiszáradt, ezek helyére komlógyártyánok kerültek. Azért választották ezeket a fajtákat, mert remélhetőleg sokkal jobban tűrik a zárt, burkolt ültetőhelyeket. Takács Valentinától azt is megtudtuk, hogy még idén további mintegy 260 fát telepít a Városüzemeltetési Kft. A város különböző részein.